A veszélyhelyzet idejé alatt hagyományos testületülés nem lehet tartani, de dönteni kell a kerület sorsáról. Ebben a hónapban miről szavazott a testület? Igen, nagyon jó a kérdés. Ugye, ami, ameddig veszélyhelyzet van, és ki van hirdetve, addig nem lehet képviselőtestületet összehívni, online nem lehet képviselőtestületet tartani. Ezért én mindig azt a módszert választom, hogy e-mailen tájékoztatom az összes képviselőt az előterjesztésekről, pont ugyanúgy, mint hogyha testületűrés lenne, tehát 8 nap előtte megkapják az anyagot, és akkor arra kérem őket, hogy a szerdai döntés megelőző nap délig mondják el a véleményüket, tegyék fel a kérdéseiket, és akkor erre várhatóan még kedden, de van, csak szerdán tudok válaszolni, és akkor válaszolok a föltett kérdésekre, meghallgatom a véleményüket, és ez alapján meghozom a döntéseket. Most is volt olyan vélemény, ami alapján módosítottunk döntést. Két beszámolót olvashatott a képviselőtestület, az egyik a tűzoltóság tavalyi évi munkájáról szóló beszámoló, a másik meg a rendőrség tavalyi évi munkájáról szóló beszámoló itt a 16. kerületben. A rendőrségi beszámoló volt az izgalmasabb, abból kiderült, hogy ismét Budapest legbiztonságosabb kerülete lett a 16. kerület, megint csökkent a bűncselekmények száma, az elkövetett bűncselekmények száma, és emelkedett. Az eredményességi mutató, tehát több betyárt fogtak el. Pont a Pontos számokat is elmondom. Ugye 774 bűncselekmény történt egész évben összességében, és a felderítettségi mutató 67,1%. Tehát, hogy a 3 kettő elkövetőt elkaptak, ha így egyszerűsítjük ezt a dolgot, persze nyilván nem lehet egyszerűsíteni. Ezen belül is a 14 a rendőrség által kiemelten kezelt bűncselekményből 336 elkövetés volt, és 41,8 os itt a felderítettségi mutató, úgyhogy nagyon szép eredmények születtek ismételten. Köszönöm minden is a kerületi rendőrség hatásos, hatékony munkáját. Ezt nem csak szóban köszöntük meg, hanem a legjobb munkatársaknak pénzjutalmat is adott a rendőrségnapja alkalmából az önkormányzat képviselő nevében a Szász József közbiztonságért felelős alpogármester, meg jó magam. Ott is elmondtam, hogy talán azért köszönhetőek ezek a jó eredmények, mert nincsenek olyan baleseti, meg olyan bűncselekményi gócpontok, mint nagy plázák, vagy bármi ilyesmi a 16. körödbe illetve az állomány jelentős része 16. kerületben lakik, ez az otthona is, és a, Lokál a módon nagyon óvja a rendet itt a 16. kerületben. Külön megköszöntöm a rendőrség kollégáinak a erzsébet oltópontra történő betörése kapcsolatos gyors intézkedést. Így sikerült elfogni az összes elkövetőt, akik ott voltak. Aztán a testületülésen sok mindenről volt szó, ugye a kertvárosi konzultációban eldöntötték a kertvárosiak, hogy hogy döntsön a képviselőtestület a petárdák ügyében, illetve arról is döntés született, hogy a levegő minőségét hogyan óvjuk a továbbiakban. Ugye az ugyan nem volt a kertvárosi konzultáció kérdései között, de viszonylag sokan kérték azt, hogy igyekezzen az önkormányzat a levegő minőségügyébe tenni. Most ezt a közösségi együttérés szabályaiba betettünk két rendelkezést, ugye az egyik az teljesen megfelel annak amit a kertvárosi konzultációban döntöttek az emberek, tehát azt, hogy a továbbra is lehessen a hármas típusú, tehát ez a magasra menő és nagy hanggal rendelkező petárdákat szilveszter és új év napján lőni, viszont sokkal szigorúbban büntessük azokat, akik a, a év összes többi napján csinálja ezt. Úgyhogy ezt befoglaltuk ebből a rendeletbe, illetve a levegővidőség védelme érdekében, elsősorban a gyermekeink védelme érdekében egy olyan döntést hoztunk, hogy az óvodák, iskolák, bölcsödék 150 méteres, ha jól emlékszem, 150 méteres távolságában, azokban az időszakokban, amikor ott vannak a gyerekek az iskola udvaron, tehát mondjuk azt hiszem 8 órától délután 5 óráig nem lehet fával vagy bármi más szilárd tüzelni ebben a környékben, hogy ne szálljon a, a, por. Remélem ez egy újabb előrelépés lesz a levegő tisztaság érdekében. Ezen kívül ugye környezeti állapot jelentését is elfogadta az önkormányzat a tavalyi évről. Ebben azt tudom mondani, hogy folyamatosak azok a élőbolygónk kettő vállalások teljesítése, amit az önkormányzat tett. A a föld megóvása érdekében ugye van lombgyűjtési akció, tavaszi nyesedékgyűjtési akció, ingyen adunk komposztládát, ingyen adunk csapadékvízfelfogó edényeket, ingyen adunk fát, faültetéshez, illetve a Nagyicei Kiserdő, ami ugye az önkormányzathoz tartozik, ott elindult a faültetési program, és ezer fát fogunk elültetni a közeljövőben ezen a területen, úgyhogy ezzel is jól állunk, hál' Istennek! Aztán a képviselőtestület tárgyalt a reformátorok terít csúszda balesettel kapcsolatban. Első kézből kaphattak információt a képviselők, meg a közvélemény is, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást, bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. A szakértői vélemény alapján egyértelműen megállapításra került, hogy sem az önkormányzat, mint megrendelő sem. A kivitelező sem, a minősítő cég semmilyen hibát nem követett el, a szabályoknak megfelelően járt el, és minden szabályt betartott. Akik esetlegesen megsérültek, azokat nagyon sajnálom, azt még jobban sajnálom, hogy bizonyos pártok képviselői az önkormányzati választás előtt, mert ugye akkor került átadása ez a... Ez a csúszda politikai hasznot reméltek abból, hogy balhét csinálnak ebből az ügyből. Én ezt nagyon sajnálom. A kertvárosi konzultációban egyébként a kerületiek elmondták erről a véleményüket, és több mint 90% úgy döntött már a lakóknak, a választóknak, hogy a önkormányzat képviselőtestületében a pártpolitizálást azt mellőzni kell. Én erre hívtam fel a figyelmét minden képviselőnek ennek a napirendnek kapcsán is. Úgyhogy nagyjából ezek voltak a legfontosabb döntések a képviselőtestület ülésén. Javában zajlik a Szent Györgyi Albert általános iskola felújítása. Hol tart a folyamat? Nagyon jól halad a kivitelező. Most már látszik a teljes szerkezet, tehát látszik az, hogy hol mi lesz. Hol lesz a tornaterem, hol lesz a zsibongó, hol lesznek az új tantermek. Ugye lebontották az épület egyik felét, és most már a szerkezet megy fölfele, lassan a födém. Hez jutnak el, és ugye ez egy kétszintes része lesz az épületnek, úgyhogy tényleg nagyon jó haladnak, csak öröm ránézni erre a munkára. Mondjuk ez a kivitelező a 16. kerületben már dolgozott több helyen, az Épkar nevű cég, és akkor is jó munkát végeztek, úgyhogy én külön örültem, hogy ők nyerték el ezt a kivitelezést. Már ez egy állami megrendelés, az önkormányzat csak mint tulajdonos vesz részt ebben a a munkába, és amivel mi tudjuk, segítjük a kivitelezés munkáját, de mondom, jól haladnak. Információi szerint elindult a második körös oltás az Erzsébetligeti Színház oltóponton. Hány embert hívnak be a közeljövőben? Hát ugye a második körös oltás a pont itt fognak behívni, ahogyan az első körös oltást megkapták. Ugye ez egy viszonylag egyszerű matematika. A első körös oltásban meg a 16. kerületi két helyen levő oltópont, mert ugye az alap oltóhely az Erzsébetligeti Színház, de a hétvégére a szakrendelőben is nyitottunk oltópontot, vagy oltó helyet. azok már bezártak, hogy csak két napig volt oltás. szumma szumárom az elmúlt időszakban több mint 8000 ember kapott itt oltást. A kerületi oltakozottság is nagyon jól halad. Lassan pontos számaink lesznek arról, hogy hány 16. vagy közel pontos számaink lesznek arról, hogy hány 16. kerületi van már beoltva. Ugye eddig csak azt tudtuk, amit a kerületi házi orvosok adtak beoltást amikor a kerületi házi orvosok küldtek el oltópontra, illetve azokat tudtuk, ami itt a 16. kerületi oltóponton zajlott és ezeket tudtuk összesíteni, viszont feltételezésekbe kellett bocsátkoznunk az ügyben, hogy hány tanár kapott oltást, hány rendőr, katona, hány egészségügyi dolgozó kapott oltást, hány a védekezés egyéb területén dolgozó ember kapott oltást. Információink szerint a közeljövőben a házi orvosok meg fogják kapni, hogy az ő praxisukban összesen hány ember van már beoltva, vagy hát ők nyilván név szerint fogják megkapni, hogy hány embert oltottak be, és ebből akkor ki fog derülni, hogy körülbelül akkor hányan vannak a kerületben beoltottak. Azért mondom, hogy körülbelül, mert sok olyan kerületi lakó van, akinek nem kerületi a házi orvosa, így róluk még mindig nem lesz információt, megint csak egy beszélésbe kell majd avatkoznunk, de ez már egy sokkal közelebbi beszélés lesz. A múlt héten a mi becslésünk az a 37-től 43 ig terjedt jól emlékszem a számokra a beoltottságba, is, nyilván minden nappal, minden héttel emelkednek ezek a számok, de ezt közé fogja tenni az önkormányzat a Facebook oldalán. Hétfőn nyitottak az iskolák és az óvodák a kerületben. Mit tudhatunk erről? Igen, ugye az iskoláknál csak az alsó tagozat, az óvoda és a bölcsöde is, bár a bölcsöde soha nem volt zárva a 16. kerületben, hanem ügyeleti rendszerben volt nyitva, ami azt jelenti, hogy nem minden bölcsödei épület volt nyitva, most már minden bölcsödei épület nyitva van, most már minden óvodai épület nyitva van. A pontos számokat nem akarom fejbe mondani, inkább akkor papírról. Tehát a bölcsödei dolgozók 90%-a vette fel a munkát, a többiek vagy szabadságon, vagy betegállományban vannak. Az óvodai dolgozók 93%-a ment el dolgozni, a többiek vagy betegállományban vannak, vagy szabadságon. A bölcsödébe a bölcsödei beiratott gyerekek 63%-a ment el, ezen a héten és az óvodában meg 56%-át vitték el a szülők az óvodába, úgyhogy így állunk. Egyébként mondom, az óvoda nyitva van, iskola nyitva van, iskolai számokról pontos adatunk nincsen, amint a tankerület közli, ezt mi is közé fogjuk tenni, de valószínűleg az iskolák tagozatában is hasonló az arány az iskolában menő gyerekeknél. Ugye az önkormányzat is, meg nyilván a tankerület is felkészült a, a nyitásra, tehát a fertőtlenítések megvoltak, sőt folyamatosak a fertőtlenítések, úgyhogy nyilván biztonságos helyen vannak mind az óvodában, mind a bölcsödében, mind az iskolában az ott levő gyerekek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!